régi hagyomány részesei lehettek a sportház látogatói, a Gencsi Betlehemes találkozó csoportjai elevenítették fel ezt a népszokást. Felvidékről, Holládról, a régióból, Mihályból, Kapuvárról, Vitnyédről jöttek el csoportok, meg a helyi csoportok is természetesen fölléptek. Kiegészítő programunk volt, de hát nem mondanám kiegészítő programnak. Nagyon nagy sikere volt annak, hogy karácsonyi figurakészítő versenyt hirdettünk, és több mint 50 alkotás érkezett. A felvidéki Nagyidán 65 éve működő néptánc együttes a pásztorjátékát is folyamatosan műsoron tartja. Mi nem az eredeti formát csináljuk a saját közösségünkből, hanem más településeknek, ahol már nem járják a betlehemeseket, azokat próbáljuk úgy feleleveníteni, úgy felhozni színpadra, hogy az ne a jövő generációnak megegyen, és Torna Görgőről hoztunk egy betlehemest, azt tanultuk be, most idegen Csapátér azt hoztuk, és majd Szombathelyen szintén ezt a Torna Görgői betlehemest fogjuk bemutatni a nagy közönségnek. A somogyi Holládon karácsony előtt házról házra járták a faluta betlehemesek, és még a szentesti éjféli misén is vitték a jó kívánságokat a falu népének. Arany sarkantyú, tepertős fogácsás, jó estét, szerelmetes fiai! Az Agora hétvégi családi rendezvényén játszóházba is várták a gyerekeket. Én egy mézes kalácsot készítek, amit ki fogok díszíteni. Már voltunk a másik kézműves szobában, ott angyalokat készítettünk tobozban, és még gyertyaöntésre is fogunk menni. A 13. nemzetközi betlehemes találkozó résztvevői Gencsapátiban, Szombathelyen és Bükön is bemutatták hagyományőrző műsorukat.